A Magyar Szója Püskin megrendezett fajta bemutatóján a Lajtamag is kiállítja, bemutatja a szója fajtáit. Tulajdonképpen ti vagytok az egyik legrégebbi magyar cég, aki szója fajta előállítással és forgalmazással foglalkoztok. Mi alapján állítottátok össze az itteni fajta sort? A Magyar Szója Szövetségbe tartozó tagok, illetve képviselők hozhatták ide a fajtáikat. Ugye nyilván köztük vagyunk mi is. Ezeket érés csoport szerint bekategorizáltuk. Kezdődik a tripla nullás szuperkorai fajtákkal, folytatódik a dupla nullás, majd a nullás érés csoporttal, és a végén a késői fajtákat raktuk. Nyilván ez a logikai sorrend, az egyes csoportba tartozók vannak. Bal oldalt láthatjuk most a normál agrotechnológiával termesztett parcellás kísérleteinket, ahol gyomírtottunk, mindenféle dolgot megcsináltunk, ami kell a szójának. A másik oldalon szembe vele pedig az ökológiai rész. Itt lényegében az agrotechnológia az azonos, kivéve az, hogy kemikáliát nem használtunk, tehát gyomírtást is csak mechanikus módon végeztük. Látunk itt koraitól a későig többféle fajtát. Melyeket preferáljuk Magyarországon? Először nagyon sok évig azt beszéltük, azt mondtuk, hogy mondjuk a Balaton vonalától felfele tökéletesen működik egy dupla nullás, illetve még egy nullás, illetve a Balaton sávjában egy nullás éréscsoport, és attól délre pedig már a kicsit későbbieket szoktuk javasolni. Most azért ez egy kicsit az utóbbi időkben átalakult. Azért elég hektikus az időjárás, a csapadék eloszlás nagyon-nagyon rossz, és amikor a szója betakarítása következik délen is, nagyon sokszor még olyan stádiumba találja a késői szójákat, hogy nagyon nehéz betakarítani őket, ezért ők is váltottak. Nagyon sokan a déli ország részben is a dupla nullás vagy a szimpla nullás fajtákat választják, épp ezért, hogy elkerüljék azokat az őszi esőket, amik visszanedvesítenék és megnehezítenék a betakarítást, ezért a koraiságra mentek rá, és ők is a korábbiakat választják. Ugye a szója az nem őshonos Magyarországon, így egy nagyon fontos műveletet a vetőmaggal, illetve a talajjal el kell végezni, pedig az oltást. Ezt hogy csináljátok? Mindenki másra esküszik. Van, aki talajt olt, van, aki vetőmagot olt, gazda meg van, aki összekombinálja ezt az egészet, leoltja a talajt is, csodálatosan egy kis orsúly helyett kis permetező a traktor elejére, folyékony halmazállapotba permetezi ki az oltóanyagot, mögött a vetőágy készítő, ami mögött esetleg a vetőgép, és akár egy menetben ezt az egész funkciót szépen be tudja dolgozni, a vetéssel, tokkal, vonóval megvan minden. Mi egyébként oltva árusítjuk alapból, de nyilván lehet oltatlanul is kérni, de oltva árusítjuk általában a vetőmagjainkat. Ugye ez a Japonicum rhizobium nevezető kis baktérium, amivel kezeljük. A légköri nitrogént köti meg, és csodálatosan a kis gyökér mellett ilyen kis gümőket alakít ki. Van-e terméskülönbség a hagyományos szójatermesztési technológia, illetve az ökológiai termesztés között, a biotermesztés között? Hát megoszlanak itt a vélemények. Nagyon sokan azt mondják, hogy nincs. És akkor felkapjuk a szemöldökünket, hogy hát miért nem. Hát azért kivesszük belőle, tehát nem marad benne annyi gyom, hogyha vegyszert használunk, stb. Sokan pedig azt mondják, hogy a vegyszer mondjuk egy kezdeti stádiumban okoz egy olyan stresszt a növénynek. Megfogja, kicsit megsárgul, kicsit megtekeri, az már mindjárt akkor egy picit handicappel indul, és ez okozhat olyan némű terméskiesést, ami mondjuk a végén majdhogy nem kiegyenlíti a mérleget. Tehát van, aki szerint igen, van, aki szerint nem. Ez változó. Általában bemérjük mi is a kontrollfajtákat, tehát egymással szemben vannak a jobb bal oldalon a vegyszeres, illetve a vegyszer nélküli fajták. Meglepő eredmények születnek. Mekkora termés átlag az, amire azt mondjuk, hogy jó, és ez hoz eredményt? Ahhoz, hogy rentábilisan tudjuk termeszteni a szóját, egy 2,5 tonnát le kell róla hozni. Tehát azt mondom, hogy ott megéri vele foglalkozni. Nem feltétlenül ott van nullába, 2 tonnánál akár már nullába is lehet, de a 2,5 tonna azt gondolom, hogy minimum kell. 3-tól azért egy elég jövedelmező kultúráról tudunk beszélni.